Sziasztok, ez itt a Belemenés, a Handball Expert kézilabda oldal podcast, engem Víg Martinnak hívnak, és a mai alkalommal is itt van velünk Sellei Zoltán, Furák Dániel és a Perjesi Tibor. És hát először nem olyan témákról fogunk beszélgetni, amelyek már mögöttünk vannak, hanem kicsit előre tekintünk, hiszen jövő héten kezdődik a férfi kézilabda bajnokok egyenes kieséses szakasza a nyolcaddöntőkkel, így természetesen a magyar csapatokra fókuszálva, de átbeszéljük az összes párharcot. Úgyhogy kezdjünk is bele. Azt gondolom, hogy indítsunk mondjuk a Telekom Veszprémmel, hiszen talán az ő szituációjuk egyértelmű, bár rögtön dobom is fel a labdát, egyértelmű, hogy milyen szezont fut a Veszprém. Hát szerintem annyira nem egyértelmű, de ebbe a párharcba szerintem egyértelmű esélyesek. Szerintem kulcs fontosságú lesz az, hogy milyen védekezést fognak majd mutatni az első mérkőzésen, mert azért azt látható, hogy a Veszprémnek a védekezése az idei szezonban hát az eléggé hiányos, tehát például egy ferencvárosi ifi csapattól a Magyar Kupába kaptak 30 gólt, Komlótól 31-et a bajnokságba. Szerintem ezen, ha tudnak javítani, megfelelően feljavulni a védekezésbe, akkor szerintem már a idegenbeli mérkőzés is meg fogják tudni nyerni. Igen, egyébként érdekes, hogy ugye rengeteg gólt kapnak, főleg az első fél időben, úgyhogy az kérdéses, hogy a Veszprém milyen szezont fut, az viszont szerintem egyértelmű, hogy a párharc egyértelmű esélyese a Veszprém. Ugyanakkor természetesen ez nem lefutott, ezt tudjuk azért, mert sportban már bármi megtörténhet, meg lehetne itt a közegyűjteményt fellapozni, de azért a Vujin nélküli, tehát igazi klasszis, jobb átlövő nélküli Várdár szerintem idegenben is verhető, és a párharc azért szerintem is 70-30 arányban körülbelül a Veszprémnek adnám. Szerintem a szezonjuk eddig egy igazi hullámvasút. Veszprémiek sem szerintem ilyen szezonra vágytak. Én azt gondolom, a keretük alapján biztosan top 4 csapat Európában. Szerintem nagyon kevés ember van, aki ezt vitatja. A Vardar ellen egyértelmű esélyesek, de azzal a védekezéssel nekik kezdeniük kell valamit, mert attól függetlenül a Vardar bárkinek a dolgát képes megnehezíteni, idegenben is és otthon is, és még a kényszer jobblövő Csupics barátunk sem az a nagyon elveszett emberke azon a poszton, én úgy gondolom. Tehát mindenféle szinten a Veszprém az esélyes, akármerről nézem, de nagyon oda kell figyelni erre a Vardarra, mert okoztak ők már meglepetést, akár kieséses szakaszban, emlékezzünk csak a Szeged elleni párharcra, jó, ez már nem az a Vardar, mint az akkori, illetve hát emlékezzünk a másfél évvel ezelőtti BL fináléra, amikor is szintén lesajnált állapotban érkeztek, és hát akkor pont a Veszprémet sikerült emlékeim szerint megtréfálniuk. Nekem még a Szkér elleni mérkőzés jutott eszembe, hogy épesztő ember nem gondolta volna, hogy kiesett a Veszprém, és hát ugye idegenben egy elég magas arányú veresébe szaladt ebben, amit otthon már nem tudtak kompenzálni, pedig közel voltak hozzá, és ott sem gondolta volna szerintem senki, hogy ez a Skien veszélyes lehet, akik utána talán elég simán ki is estek, utána ugye nem kerültek Final Four-ba, úgyhogy itt azért a BL legjobb csapatai szerepelnek, ez köztudott. Félváron van, egyértelműen nem szabad, de ezt biztos vagy benne tudják a játékosok, illetve a vezetők is, úgyhogy ezt nem szabadják, hogy félváról vegyék. Úgyhogy ha ebben a hibában nem esnek bele, akkor szerintem egyértelmű, hogy tovább juthatnak, illetve tovább is jutnak. Úgyhogy... Zoli, az a vronyes szezon volt. Ne féltételezzük ugyanezt Davis úrról és a rajongóiról. Igen, eszembe sem jutott egyébként a vronyes urat kritizálni, de ugye ez ugye pont az a szezon volt egyébként, amikor az ősszel talán az összes meccset megnyerték, és mindenki oda volt érte. Aztán jött decemberben egy hullámvölgy, amely hát nagyjából évekig tartott, vagy évig tartott, és azt jött a David Davis gulyás után. Úgyhogy attól függetlenül, hogy bármely csapat beleesett ebbe a hibába, hogy félváról vesz egy ellenfelet, mert hát nem olyan erős, meg nem az igazi, de ugyanakkor biztos vagy benne, hogy jó néhány játékos látta a Veszprém Vádereni mérkőzéseit, és ott azért lehetett látni, hogy azért nem egy nagyon egyszerű feladat, még akkor is a Szeged ugye nem teljes kerettel volt, úgyhogy ebből kiindulva, ha
komolyan veszik, akkor szerintem nem lehet gond. Én szerintem meg lesz a Veszprémnek, ráadásul oda visszagyőzelemmel. De mondom, most már a lényeket kell csillogtatniuk, főleg védekezésben. Igen, mert hogyha tovább is jutnak, akkor a következő körben már egy jóval nehezebb és keményebb csapat várja rájuk, ha jól nézem, akkor a Nantes-Kiel meccsgyőztesével fognak játszani, ha tovább jutnak, úgyhogy azért nem lesz jó, mert nem azzal? Nantes-Kielce. Igen, tehát a Kielce, ha tovább jut, akkor velük játszanak, ugye? Ha jól nézem. De két mondtál. Igen, csak két mondtál. A Kielt mondtam, bocs, akkor Kielce, igen, azt akartam, csak aztán valami. Az lett a tényleg azt, hogy igen, a Kielcére gondoltam a lengyelekre, igen. Tehát az már egy jóval nagyobb falat lesz a továbbjutás esetén, mint a Vardar. Ja, mindannyian a védekezést említettétek, mint sarkalatos pontot. Azért azt láthatjuk, hogy mondjuk számban és talán minőségben is meg lehetne a veszprémi védelem. Mit gondoltok, miért nem tud ez összeállni? Vagy vitatkoztok velem, és azt mondjátok, hogy minőségben nincs is feltétlen meg. Nem igazán a minőség hiányzik itt, Martin, én azt gondolom. Inkább a védekezés struktúrája, a hármas, kettes védők helyezkedései, illetve időnként a támadás-védekezés közti csere okozhat problémát. Nem tudom, ti hogy látjátok? Jó meglátás, egyébként nagyon érdekes, nagyon elgondolkodtam, mert Martin kérdezett, és igazából úgy kap ennyi gólt a Veszprém általában, hogy ugye két nagyon jó forma védő kapusuk van szerintem. Ugye ha belegondolunk, a Szeged ellen nem úgy véd a Korász, akkor azért bajba lettek volna, és ennek ellenére is rengeteg gólt kapnak, szóval ez a védekezés valamiért nem klappol, és ez jó kérdés, hogy miért nem klappol, mert azért tényleg a Blavutin segítő minden egyes szavazáson van az év legjobb védőjük között, akármi történik, ugye az, mint a Messi és a Ronaldo a focista szavazásokon, a végig sérültek, akkor is ott vannak. És hát azért valamiért nem elég gyorsak, vagy nem is tudom, mi lenne a legjobb szóra, olyan, mint a fejben nem lennének ott, tehát ez inkább, ha nem is mentális, de valamiféle fejbeli dolog lehet szerintem, mert azért ezzel a kerettel lehetne jó védekezést kialakítani, akár egy nyitott védekezést is, de valahogy mégis hiányzik valami, azt mondom annak ellenére, hogy azért mögöttük egy általában elég jó kapus teljesítmény, mert vagy az egyik, vagy a másik kapus elkapja a fonalat. Szerintem is így a koncentráció az a terület, amin hiányosságok vannak, de eddig ugye még a Veszprém nem volt olyan helyzetben, amikor úgymond nagyon rezgett a léc. Nyilván most már egyenes kieséses szakaszba érkeztünk a BL-be. Itt ugye már azért lehetnek olyan periódusok, amikor sokkal jobban kell koncentrálni, mert hogyha nem teszik oda magukat, akkor akár a végét is jelenteti a szezonjuknak. Úgyhogy én kíváncsi leszek akkor, hogyha tényleg tehát nagy lesz a tét és kiélezett lesz egy szituáció, akkor milyen teljesítőn lesznek képesek védekezésbe. Ja, mind a ketten itt koncentrációról beszéltetek, de bennem azért felmerült a kérdés, hogy ha egyetértünk mondjuk abban, hogy megvannak a minőségi játékosok, akkor nem lehet, hogy itt kisebb taktikai probléma is van, tehát hogy mondjuk a védekezés nincs annyira kidolgozva, mint a korábbi Veszprémi edzők esetében, mert azért mondjuk Carlos Ortegával arról beszéltünk, hogy a Veszprémi védelem talán a világ egyik, hanem a legjobbja. Még most azért erről közel sincs szó. Itt most kritizáljuk a védekezést, amit Davis mester összerakott, de ugyanúgy odaértek Kölnbe az elmúlt időszakban, tehát gyakorlatilag a célkitűzéseket részben hozzák. Az, hogy egy góllal, kettővel, egyel elbukták a Kiel elleni hosszabbítást, ugye az egy abban az adott hosszabbításban egy-két rossz döntésnek köszönhető. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a védekezéssel is tudnak előre haladni, amíg jól termel az első részleg, tehát támadásban tudják hozni ezeket a dolgokat. De nyilvánvalóan egy komolyabb Final Four győzelemhez, vagy az egész szezonnál, tehát a BL megnyeréséhez, ott hátul azért tényleg rendet kell rakni. De nem gondolnám, hogy ezt Davis nem verte a fejekbe, és nincsenek azok a védekezési struktúrák végtelenségig begyakorolva, amelyekre szükség volna. Én abban a szempontból kicsit most vitatkoznék, hogy eljutottak a Final Four-ba, viszont nem játszottak egyenes kiesés szakaszban, szóval igazából ugye
a koronavírus miatt az egy meghívásos torna volt, úgymond. Tehát én nem vagyok teljesen biztos, tehát jó esélye tovább jutott volna, és bejutott volna a Veszprém, mint ahogy az utóbbiben tette, de nem vagyok benne biztos, tehát sok pénz azért nem raktam volna rá, hogy biztosan elérik azt a Final Four, mert pontosan hasonló problémák voltak akkoriban is. És ugye van a közhely, amelyet azért mindenki elismer, hogy a védekezés 80%-ban akarat kérdésre, és nem úgy tűnik ez a Veszprém, hogy nem akarna egyébként, de mégis valami hiányzik, talán egy olyan vezéregyéniség a védekezésben, mint egy olyan védekezés specialist, aki valóban tapasztalt, és hogy is mondjam, okosan irányítja a védelmet, szerintem egy ilyen hiányzik a Veszprémből, de cáfoljátok meg, ha máshogy gondoljátok. Nem gondolom egyébként másként. Talán Nagy Laci hiánya itt is érezhető még mai napig. Ugyanis ő szerintem éveken keresztül, majdnem, nem tudom, 7-8 éven keresztül vezére volt ennek a védekezési struktúrának, amit ők játszottak. Most igazából ez a illetve Terzics, de most ugye egyikük sincs itt. Tényleg most azért nem biztos, hogy van ennek a védekezésnek vezére. Igen, olyan, mintha jól védekező játékosok lennének, de csapatilag nem védekeznek jól, legalábbis nekem így tűnik. Szóval pontosan egy olyan esetleg vezér hiányzik, mint azért ugye akár Nagy László is volt, vagy a Flensburgban Carson volt, vagy mondjuk a Kielben mondjuk ugye ott van Pékeler, vagy Vincsek, és még lehetne sorolni a top csapatokat, hogy melyiknek kik vannak. Ilyen egyértelmű védekezési vezéregyéniséget nem érzek, mert ha megnézzük, akkor minden is alkalommal elképesztő hibákat fétenek, és sokszor túlságosan sportszerűtlenek is, szerintem legalábbis túl sok felesleges két percet kapnak, még oda nyúlnak, és nincs, aki azt mondja, hogy hát öreg, így kéne, úgy kéne, nem látszik, persze nem is látszóló, vagy nem is hallhatja mindig a védekezés irányítását, úgyhogy jó kérdés, hogy ez miért nem működik. Én azt gondolom, hogy kellene egy olyan vezéregyéniség védekezésben, akire abszolút felnézek, és akinek a szavára adnak, és teljes mértékben az igazítják magukat. Meg nem kicsit arról van szó, nekem így, ahogy beszéltetek, még az jutott eszembe, hogy talán nagyon sok egyprofilú játékos van a Veszprém falban, tehát hogy fizikailag erősek, viszont mondjuk nem túl gyorsak, magasak, és hogy nem lenne mondjuk egy belső védőpáros esetében szerencsésebb, a két eltérő profilú játékos állna össze. Tehát mondjuk egy, aki mozgékonyabb, és mondjuk az egy ellene szituációkban jobban védekezik, és egy, aki mondjuk fizikálisan tudja felvenni a versenyt az ellenfélnek a nehéz fiúival, beállóival. Hát szerintem nem olyan egyszerű ez egyébként, mert nyilván most nem arra gondolsz, hogy egy pici meg egy nagynak kell ott bent lenni. Nem, nyilván nem, csak hogy kicsit az erősségek legyenek mások a két belső védelmében. Igen, egyébként ebben van valami, mert hogy is fogalmazott, néha lomhának tűnnek egyébként a belső hármasok, amelynek ennek is köszönhető, hogy nem tűnik, vagy nem látszik mindig ez a dinamizmus, ami védekezésben kellene, ez az explozív erő és a védekezés lövőkész felől, a kisegítések néha egészen félelmetesen rosszak szerintem, tehát hogy nem segítenek ki egymásnak. Van egy bizonyos fajta rendszer, van egy területvédekezés, de úgy mindenki el van a saját területével, és ha egyezetben megverik őket, akkor azért bajban vannak. Ugye rengeteg helyzetben beálló játék elleni védekezésük is sokszor elképesztően gyenge szerintem. Tehát most arról beszélek, hogy elképesztően gyenge, hogy ez a csapat bajnokliát szeretne nyerni. Tehát ahhoz képest gyenge, nyilvánvalóan azért én is a top csapatok között van, ha megnézzük védekezésileg, annak ellen sok gólt kapnak. Tehát azért még mindig nyilvánvalóan sok csapat feladatát megnehezítik. De egy olyan csapathoz, amelyik egyértelműen a Final Four a célét, vagy a bajnokliát a győzelem, ahhoz képest szerintem gyenge a védekezés, és ahhoz képest rengeteg gólt kapnak olyan csapatoktól, akiktől nem kellene annyi gólt kapniuk. A komoly csapatok ellen pedig nyilván vannak, mert még nagyobb gondokba ütközhetnek. És azért a Várdára, hogy nézem, elég ilyen gól gazdag mérkőzéseket játszik, tehát jóformán majdnem minden meccsükön 30 gól közelébe, vagy 30 gól fölött játszanak, úgyhogy például az Elverumba idegenbe dobtak 35-öt, akkor 36-ot a Meskovnak, szóval most is azért fel lesz adva lecke a Veszprémnek, hogy ezt majd hogy tudja megoldani. Igen, de hát... kicsit, bocsánat, mondjuk. Igen. Ja, mondjad. Nem tudom, látod, hogy a tegnap a Flensburg mérkőzését. Sajnos nem sikerült.
Ott a Flensburg egyébként nagyon érdekes taktikát választott, és szerintem a Wilder hasonló taktikát fog alkalmazni, hogy ugye rendkívül hosszú lefolyású támadásokat folytattak, nem rohantak felesleges, nagyon a Flensburgról, mintha azt mondják, hogy nem tudom, lábba vegyék át a labdát, szóval teljes mértékben visszafogták magukat, ami a tempót illeti, lerohanásokat tekintve természetesen, tehát gyorsításokat lőttek, viszont olyan lassan szövegetik a támadásaikat, ami egészen furcsa volt, és a gólok szerintem, hát állítom, 70%-a felállt fel ellen passzív jelzésnél volt, és szerintem a Wilder is hasonló játékstílusok, mert tudják szerintem, hogy gyors játékban, ugye rövidebb a kispad, nem tudják felvenni a versenyt, szóval erre nagyon fel kell készíteni a Veszprém védekezés szerintem, hogy a türelmesnek kell lenniek a legvégsőkig, mert ők is szerintem hosszú lefolyású akciókat vagy játékelemeket fognak játszani, hiszen nincsenek, ugye egy oldalúak lesznek, ami az átlövéseket illeti, és hát tudják jól, hogy így van esélyük szerintem, úgyhogy erre fel kell készülni fejben is, hogy nem egy, talán most nem lesz egy olyan gólgazdag mérkőzés szerintem, pontosan a Wilderből kifolyólag, akik szerintem inkább lassítani szeretnék a játékot. Legalábbis ezt tippelem, hogy aztán mi lesz, az jó kérdés. Szerintem itt jó irányba kanyarodik olyan szempontból a beszélgetés, hogy erre akartam szót rátérni, hogy mi lehet az, amivel a Wilder esetleg megnehezítheti a Veszprém dolgát, és akkor ti azt a forgatókönyvet látjátok mondjuk magatok előtt, hogy itt két nagyon fizikális, nagyon kevés ólos, abszolút a védekezésre építő meccs lesz, mert hogy a Wilder azt érzi, hogy támadásban egészen biztosan nem fogja tudni túllőni a Veszprémet, de ha egy ilyen 25 gól alatti tartományban tudják mondjuk tartani a meccset, ami nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz, hiszen a Veszprém azért támadásban nagyon-nagyon potens, de ha körülbelül ezt a 25 gól nagyságrendű tartományt be tudják lőni, akkor lehet esélyük? Tehát ők így gondolkodhatnak minden bizonnyal? Ez lehet egy stratégiájuk egyébként. De én azt gondolom, ha nem figyel a Wilder, akkor viszont nagyon sok gyors indításra bele tud szaladni, amiben viszont a villámgyors veszprémi szélsők könnyű gólokat fognak dobálni. Tehát egy ilyen forgatókönyvet is azért látok magam előtt. Én szerintem pont ezt megakadályozandó, szerintem fogják alkalmazni azt a játékstílust, amelyet most a Flensburg képviselt, a Killelen, akit egyébként szinte finoman fogva agyonvertek azon a szinten, mert mondom, legvégcsőbbi kijátszották, tehát tényleg volt, hogy harmadik-negyedik, a passzív jelzést a harmadik-negyedik labdánál lőttek kapura, és mivel ez így van, vagy így várható, ezért talán a Veszprémnek is kevesebb lehetőség lesz a gyors indulása, hiszen ugye kevesebb gólos mérkőzés is benne van a pakliban, szerintem, legalábbis. Mindenféleképp a Veszprémnek ugye sokkal erősebb a cserepadja, tehát mondjuk én egy olyan forgatókönyvre számítok, hogy azért ugye a mérkőzés elején az első fél idő az még úgy szorosabban fog alakulni, aztán nyilván valószínűleg azért jobban fog fáradni a Wilder is, mert nem tud olyan minőségi cseréket bedobni a mélyvízbe, mint a Veszprémnél. Aztán lehet, hogy teljesen más forgatókönyv lesz, hogyha mondjuk úgy tippelni kéne most a mérkőzés lefolyására, én arra számítok, hogy szoros első fél idő után a hajrába a mérkőzés másik fél idejében azért a Veszprém 2-3 góra nyerni fog. És olyan pontot láttok, ahol mondjuk Veszprém oldalról elmehet az a meccs, tehát hogy van olyan játékosoknak mondjuk a rossz játéka az egyenes arányban hozná magával azt, hogy hát ha nem is kapnak ki, de minimum szenvednek David Davis tanítványai. Hát igen, szerintem akkor jött létre, vagy akkor fordulhat, ha mind a két kapus rossz napot fog ki, ha nem találkozott a labdával. De azért azt tudod, én legalábbis úgy látom, hogyha nem nagyon is ismételtem valami rossz napot fog ki, mint mondjuk a Final Four-ban, akkor azért vannak nagyon-nagyon minőségi cserék, akik tudják pótolni, szóval én nem látok akkora veszélyt ebben, hogy tehát én úgy gondolom, hogy mezőnyjátékosok valamelyik nincs top formában, akkor őt azért tudják úgy kompenzálni a többiek, vagy cserélni, hogy ez megoldható legyen. Ha mind a két kapus rossz napot fog ki, akkor lehet szerintem egy szorosabb mérkőzés. És persze az kell, hogy a Wilder viszont nagyon jó napot fogjon ki, nagyon összejön a védekezés, és nagyon jó kapus teljesítmény nyújtsanak. Ebben az esetben lehet szorosabb, vagy szoros szerintem.
Szóval akkor abban mindenki egyetért, hogy a Veszprém minden bizonnyal simán jut majd tovább.